etikai kódex készül a bírók számára, ezt mondta az Országos Bírósági Hivatal elnöke egy konferencián. Handó Tündét azonban nem kérdezhettük meg arról, mit szól ahhoz, hogy az utóbbi időben több politikai érintettségű ügyet is előről kezdtek a bíróságokon az ítélethirdetés után. A fővárosi főügyész viszont nyilatkozott híradónknak, szerinte elképzelhetetlen, hogy a politika befolyásolja az ügyészségi munkát. És ha megjött az ügyvéd... A fővárosi főügyész szerint kifogásolható például, ha egy ügyész megjegyzéseket tesz a tanúk szava hihetőségére. Minősíti a védőügyvédek indítványait, vagy hozzájárul ahhoz, hogy személyeskedésig fajuljon egy vita a tárgyalóteremben. Ibolya Tibor a konferencia szünetében híradónknak azt mondta, az viszont elképzelhetetlen, hogy egy ügyész politikai befolyás alatt készítse elő a vádiratot. A politikai befolyásolás az álláspontom szerint akár az ügyészség egészében, akár az ügyészek vonatkozásában is teljességgel kizárt. Rendkívül szigorú szakmai szabályaink vannak, rendkívül szigorú hierarchiában dolgozunk. Egyes ügyészeket ilyen szempontból tulajdonképpen nem is érdemes felhozni. Több kézen mennek át, revízión keresztül mennek például a vádirattervezetek. Bánáti János arról beszélt, hogy egy ügyvéd az egzisztenciájával játszik, ha megszegi a szabályokat. Ha a kamara kizár valakit, az 10 évig nem gyakorolhatja hivatását. Ám az ügyvédet is megilleti a véleménynyilvánítás joga, még akkor is, ha például nemtelen célokat sejt egy vád mögött. Az ügyvédtől sem vonható meg a véleménynyilvánítás szabadsága, és például, ha neki az adott ügyben, ahol védőként jár el, az a véleménye, hogy nem egyszerűen egy alaptalan vádról van szó, hanem az alaptalan vád mögött valami mást sejt, akkor ennek hangot adhat. Ténylegesen végrehajtandó kizárással egyébként évente átlagosan 20 ügyvédet sújt a kamara.